Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, kis Kunhanason. Pedig a 150-es vonali vágányzának fogjuk majd tüzetesebben megnézni. Jelenleg itt látjátok, hogy itt még minden a helyén van. Még van egy alakjelző is, de azt már biztosan nem használják. Tehát bent egy nézés, ugye azzal a kék Putyinnal jöttünk idáig. Tehát ugye eddig lehet most így biciklistől jönni. Jelenleg kis Kunhanaség, és innen fogok majd Kicskőrös fele menni. Reményem szerint Kicskőrösig azért el tudok jutni, hát az nem egy nagy kihívás. És majd még kimegyek ott a Tesco fele, ahol a elágazó vágány van. Hogy ott mi a helyzet a nyílt vonalon, azt még megnézem, aztán utána irány Kicskőrös fele, amennyire lehet követve a vonalat. És egy tegnapi fejlesztés a biciklin, hogy vettem egy ilyen telefontartót, ezt most fogom először édesbe kipróbálni. Tehát ez arra jó, hogy akkor nem kell mindig elővenni a telefont, hogyha a térképet kell nézni. Vagyunk a 155-ös vasútvonalnál. Annyit kérdezik, még cserére is elő vannak sinek készítve. És igen, még arra fele kell menni, és valahol fog kiágazni a delta. Én már csak azért is akarom ezt megmutatni, mert van olyan terv a vágányzárnál, hogy ott lesz egy idéglenes megálló, ami hát én remélem, hogy végleges is lesz egyszer, mert szerintem lenne értelme ott a Tesco környékén megállók csinálni. Ugye itt van egy delta vágány, ugye egy 155-ös itt bemegy Kiskunhalasra, és akkor a menetirányváltás után tud tovább menni Baja fele, viszont van egy delta vágány kicsivel arrébb, ahol, de majd elmegyek, addig megmutatom, ahol ennek menetirányváltás nélkül ezt lehetne abszolválni, csak ugye most olyan vonatok nincsenek, tehát Kiskunhalasra bemegy mindegyik. Hát most mondjuk kevesebb értelme van, mert igazából nincs mire átszállni, legalábbis vasúton, mert a 150-esen nincs forgalom. De egyébként meg ugye itt átszállás van Budapest fele is, meg Kelebia fele is, tehát úgy van értelme, tehát ez logikus, hogy bemennek. Hát mondjuk még most nyugodtan mehetnének a deltán, és azt, hogyha eljut addig a 150-es átépítése, lehet, hogy lesz ilyen időszak, amikor csak a deltán tudnak haladni. Akkor itt vagyunk a deltának a végén, tehát onnan jön a delta. Szerintem itt van a Nyenesen, tehát ez a halasi vonal, az pedig a kelebiai. És akkor innen talán, hát azt látszik, hogy innen azért már a felső vezetéket lekapták. És ugye ott csatlakozik be a delta vágány, és akkor itt is van egy őrhely. És a terv az volt akkoriban, hogy valahova ide lehetne elképzelni egy megállót. Itt a Tesco mellett. Sőt, szerintem inkább ott lenne jobb az ív után. Hát elnézek még arra is, hát nem tudom, eddig lehet a sinek mellett menni. Vagy, ja, csak hát még ide nem lehet tenni, mert akkor ugye ott tud becsatlakozni a bajai vonal, hogyha itt a teljes vágányzárd lesz. Tehát itt valahol a Tesco környékén egyébként itt érdemes lenne megállva csinálni, szerintem egyébként is. Tehát ez akár a vágányzár után is maradhatna, hogyha egyszer megvalósul. Még elnézek arra, hát ha látok valami érdekeset. Tehát itt vagyunk a Tesco mellett közvetlenül, és én praktikusan mondjuk ide képzelném el a megállót. Tehát ide például simán lehetne egy megállót tenni. Már csak a Tesco miatt is, de egyébként így a városnak ezt a részét is kiszolgálna a vasút. Főleg így Baja felől. Érkezve szerintem onnan lenne egy nagyobb forgalma, hogy aki csak a Tesco így jön, akkor akár itt is le is felszállhat. Tehát ezt mondom, ez arra terv, és az sem biztos, hogy megvalósul, hogyha a 150-esen a vágányzárma odáig tart, nyilván miután a 136-osat átadták, csak akkor lehet ezt megcsinálni, hogyha már ilyen röszke Szeged fele lehet a tervonatoknak menni. Hogy a deltán keresztül ugye Bajától azért Kiskunfélek, azért Kecskevétig lehet majd közlekedni itt is, de akkor már csak itt a delta vágányon keresztül, hogy akkor nem megy be az állomásra vonok, és akkor megálló, akár csak idéglenesen is, de itt lenne. De hát én úgy gondolom, hogy akkor, hogyha már idéglenes megállót épül, akkor azt ugye véglegesen is meg lehetne csinálni. És akkor majd most tovább fogok menni Pirtó fele, mindjárt betáplálom a GPS-be, aztán addig meg se állunk. Hát egész jól bevált a telefontartó, és a rázkódást is jól bírja. Most azért teszteltem, rámentem földutakra, rázatósakra, bírja. És egyébként hát nem tudom, mennyi látszik most így, mert 6,5 km van Pirtóig.
haladunk. Hát most már ugye megtápláltam a powerbankről is, ezt megatettem ide a kosárba. Ott van a fényképező is, hogy bármikor elő tudjam szedni. Az 53-as úton közlekedtem el, de és itt van Pirtó. A vasútállomás épület az utcafront felől. Hát igen, ezt nem nagyon használta valószínűleg senki vonal életében. Mert hát innen még az elég messze van a település, tehát a következő majd Pirtói Szőlők megállóhely lesz inkább a... Aztán az, amit kihasználtam. Viszont az épület az... az épp meg, és úgy tudom, hogy mivel műemlékvédelmi meg is marad. Tehát majd a Bizbert lesz benne. Hát az is látszik, hogy az OSB lapot azt itt is használják már, tehát... Valószínűleg már a szolgálati lakás az emeleten se lakott. Meg szokásos melléképületek, de WC-vel mindennel is. Most egy anyagoló szerelvény is benne, ezt mindjárt megnézzük. Meg van egy tájékoztató tábla, azt is megnézem. Melyik nem is olyan régen, ugye Becski András és Bence csinált egy videót a délegyházi szakaszról, ahol még volt forgalom, egy, legalábbis május 1-ig. Hát ott kiderült, hogy abszolút nem indokolt, mert a forgalom az most is fenntartható lenne, hát hogy gyakorlatilag még semmi nem történt. Hát itt azért már nem ennyire egyértelmű a helyzet, mert nem tudom, itt rögtön az állomáson észrevesztek valamit? Vagyis hát látjátok, hogy nem látjátok? Bizony, felső vezeték, azt leszették. Tehát itt már ugye villanyvonat nem is közlekedhetne. És ugye látjátok a tájékoztató tábla, az itt jelzi is, hogy bizony. És itt már régebb óta nincsen semmi. De hát bár itt még azért úgy tudom, hogy Délegyházától egy Kelebiáig voltak rendesen vonatpótlóbuszok, hát ugye most a teljes Vágányzárnál ez nincsen, Volánpúton. Viszont ez az utastájékoztató, ez már sok helyen meg lehet figyelni a MÁV-nál is. Ezt az ilyen a legláthatóbb helyekre ezt így letenni, mert ez biztos, hogy mindenkinek szemet szúr, erre nem mondhatják azt, hogy ugye nem láttuk meg, hogy csak egy sajtpapír van kirakva. Ezt egyébként úgy tudom, hogy a BKK-tól vette át a MÁV is, de egyébként nagyon helyesen, mert ez egy tényleg egy jó ötlet volt. Ezt még anno úgy tudom, hogy még a BKV figyelő időszak, tehát még a 2010-11 környékén, amikor még a BKV figyelő blogot szeresen olvastam, az ottani admin. És azt rendszeresen írta, hogy valami szembetűnőbb utastájékoztatás kell, és aztán úgy tudom, hogy a BKK-hoz is került, mint utastájékoztató. Valószínűleg még most, hát vagy nem tudom, hogy még ott dolgozik el, vagy nem, de a BKK azóta is ezt megtartja, és most már a MÁV is átvette. Tehát látjátok, itt van az állomás. Ugye a vágányokhoz még nem nyúltak. A felső vezetéket azt leszették, az ugye látszik. De egyébként más itt, hát nagyon nem. Meg hát, meg hát ott egy peront is bontottak, úgy látom, hát még ennyi. És itt van a felvételi épület. Hát, ennyi. És ott egy picivel alé van egy ölház is. Egyelőre még megkímélték, hát aztán, hogy az átépítés után megmarad-e vagy sem, hát azt nem lehet tudni. Na hát errefelé itt elnézve viszont semmit nem látunk. Ez pedig valószínűleg Bizber kábel lesz. Hát igen, ugye a Bizber már nem működik. Tehát itt azért legalább van azért úgymond valid indok arra, hogy miért nem közlekednek a vonatok. Felcsőzeték hiánya mellett, hogy bizony ez Bizber kábel, tehát valószínűleg a Bizbert is már leszerelték egy pár helyen. És hát Bizber nélkül ugye, hát hogyha nem is teljesen lehetetlen, de azért nehézkes közlekedni. És itt van a rakodó. Hát ugye ez a vágány még mindig megvan, hát a rakodóban. Ez hát, meg ezt valószínűleg nem az átépítéskor szedték így szét, hanem ezt már az idő kezdte ki. Igen, még azt az ölházat megnézem, ha el tudok addig menni. Igen, nagyon jó föltámadt a szél, ami hát a videózás szempontjából nem túl jó, mert valószínűleg most megint szélzajos lesz, viszont én örülök neki, mert azért eddig hatalmas kánikula volt, aztán így főttem meg még egy menet szélbe is. Na most jól esik ez a kis szellő. Hát nézzétek. Hát a jelzőt azt már megfektették. Ugye hát ennyit jelent az, hogy nincs Bizber. Szépen felborult. És egyébként még de szerint ott is van egy ölház, amit eddig nem láttam. Ha megnézem, lehet, hogy lakják egyébként. Bár nem hiszem, mert azért eléggé lesz, hogy mindentől. Ennek az ölháznak pedig neve is van, ez a 82-es. Na ez viszont tuti, hogy lakatlan. És még az sem biztos, hogy túléri az átépítés, bár igazság szerint
nem sok indok van lebontani, mert hogy távol van a sinektől. Tehát itt még, hogyha második vágány fog épülni, bár még, hát... Tehát még, hogyha ide is épül a második vágány, még akkor se lesz útba. Tehát ezt elvileg, viszont mivel funkciója nincsen, és hát látjátok, hogy már azért omladozik is, hát nem biztos, hogy megmarad. Hát akkora a gaz, hogy nem lehet bemenni, viszont de ott van még egy jelző. Tehát itt azért már borogatták szépen ki itt a ki- és bejárati jelzőket. Tehát azért a vízben leszereléssel legalább haladnak. Még hogyha vágányhoz nem is nyúltak. És majd arrafele kell tovább menni. Hát igen, itt azért nehezebb, mert itt nincsen földút a vágány mellett, mert ugye ez nem volt két vágányú, Kiskörösig volt a pálya két vágányú. És akkor még ott van egy őrhely, azt megnézem. Vagy legalábbis ott az a betonkerítés, na azt megnézem, mert hát szerintem ott is van egy őrhely. Na ezt nézzétek, akkor errefele Pirtói szőlők fele megyünk, hát. De nem itt, mert itt nincsen út mellette, úgyhogy vissza kell menni a főútra. És itt van az átjáró. Egyébként ez, szerintem ez egy fénysorompós volt. Most pedig egy stopptáblás András keresztes. Itt volt a fénysorompó. Váltókörzet eleje. Itt tényleg, itt majd magát az állítóművet is elvitték. Súlykörte megvan. De a visszajelző az nincsen. Ennek meg az állítómű se. Mint érzed? Itt vagyunk a váltókörzet elejénél. Pirtó állomás. 1187-es szelvény. És látjátok, itt van a kereszt tábla, hogy biztosítás megváltozott, tehát igen, véletlenül például itt fénysorompós átjáró volt. Csak ugye leszerelték a vízbe, és azért vitték a fénysorompót is. És akkor irány vissza a főútra. És közben Pirtói szőlők megálló. Hát látjátok, ez egy sima táblás megállóhely, semmi extra, peron. És itt van egy esőbeálló. És egyébként itt régen volt egy épület is. Azából aztán valami térközölhely lehetett itt, de meg régebben még egy kiadás is. De hát az épület az még megvolt, ugye a 70-es években biztos, mert akkor még Moldova írt róla. De már ugye nem volt, már akkor se szolgálat, tehát ott is. Már aztán Moldova is úgy írta, itt gondolom erre a fára gondolt, hogy itt egy nyílt fa forgalmi szolgálattevő. De akkor még megvolt az épület, hát valószínűleg ugye felújítás után is nagyjából ugyanez lesz, mint itt, viszont ezt a megállót használják többen, mert ez közelebb van a faluhoz. És itt van a vágányzári tájékoztató. Így gyakorlatilag semmi, teljes kizárásos vágányzár is. És igen, ez egy április 13-ától, de hát itt már kosejár, csak azt még pótolták buszokkal. Vagy legalábbis úgy, hogy Kelebiáig átjött a vonat. Aztán Kelebiáig ugye ment a vonatpótlóbusz, és akkor ott át lehetett szállni egy Uzsira. Aztán még most is működik, hogy Kelebiáig bejön Szabadka felől az Uzsi. Aztán utána old meg magad. És hát errefele, ha haladunk tovább, Soltvad kert fele. Ugye látjátok, ez már ugye mondhatni nyílt vonal, mert ugye itt a megállóhely után előtt már semmi, és itt látjátok, annyi történt, hogy leszették a felső vezetéket, de a vágányhoz nem nyúltak. És egyébként ez is egy fénysorompós átjáró volt. Kimdésen ott a keresztábla, ugyanaz, mint amit az előbb mutattam, hogy a biztosítás módja megváltozott. Itt volt a kapcsolószekrény, és hát látjátok, hát így néz ki egy fénysorompós bizbel szekrény. Nek az alja, most megmutatom. Hát túl sok érdekes, nincs, itt jönnek fel a bizbel kábelek. És régebben itt tárolták ugye az aksit, ami tartalék áramforrás volt egy fénysorompónál. Hát ugye azóta már védettebb helyen van, aztán a pörtbői baleset óta módosítottak ezzel, hogy ne legyen könnyen hozzáférhető, hogy ne tudják lopni. Meg egyébként azt is, hogy ugye ilyen egyedi akkumulátorokat oda cserélték akkor ki, ami nem igazán használható másra. És 1130-as vasúti átjáró. Fény és fél sorompós vasúti átjáró volt itt, ez már Soltvad kert határa. Hát látjátok, a sorompó utakat leszerelték, a fénysorompók be vannak kötözve, tehát azért itt is bizbár leszerelés van.
Nagyon helyesen itt az autósok lelassítanak, megállnak és úgy mennek át. Hát ilyet megállni nem kell, mert stopptábla nincsen, csak lelassítani. Mert ugye attól még, hogy vágányzár van, még jöhet vasúti jármű, anyagoló vonat vagy munkagép. Hát eddig egyen se találkoztam, de éppen nem kizárt, hogy lesz majd. És hát itt arrafele van majd valahol Soltvad keltállomás. Hát nem tudom, hogy ezt vajon miért zacskózták le itt a fénysodonfókat. Szerintem ezek, amik ki vannak kapcsolva és nem világítanak. Vagy hát nem villognak se pirosat, se fehéret, de hát lehet, hogy innen nem látszik. Hát, ha megyünk tovább, akkor Soltvad keltre, és ebben benézek az állomásra, aztán utána a következő az fekete halom lesz, aztán meg már kiskörös. Soltvad kelt vasútállomás, hát még ez szépen fel van újítva. Úgyhogy valószínűleg ehhez átépítéskor se kell nyúlni, maximum minimális állag megóvás munkákat kell végezni rajta, de ez láthatóan jól néz ki, hát a piltói azt már nem lehetett elmondani ott azért már. Hát ott van itt, hogy az idő az már megkezdte, és hát ezek a betonaljak, hát ezek nyilván már a felújításra kerültek ide, de hát ezek mennek majd a fájába. És akkor mindjárt megnézem majd a vágányok felül is az állomást, én látjátok, ott is van egy ilyen utas tájékoztató, és ezt ugye már mondtam Pirtón, hogy ez egy nagyon jó ötlet volt még annó a BKK-nál. Hogy ez a, tényleg ez a kérdés, kirakjuk ide szem előtt, ez az esre hassa mindenki, mert tényleg ez, mert utas tájékoztatásnál ez kell, mert sokszor tényleg az van, hogy a rutinból közlekedik mindenki, menetrendben ki van írva bármi is, hogy vágányzárban nem közlekedik, hát ebből azt nem olvassa el. És akkor csak így pislog, hogy hát miért nem jön, hát mindig innen szokott jönni. Hát itt van a vasútállomás, tehát itt vannak a pótlóbuszok. Kiskörösre, Soltra, Akasztóra. Hát igazából ezek nem is pótlóbuszok, mert ugye volánjáratok. Ugye itt intézik a vonatpótlást, és maximum egy-két új viszonylatot rakta be, meg meglévőket sűrítettek be. Tehát ez igazán vonatpótlónak nem is lehet nevezni. Ami szerintem hiba, mert igenis, hogyha vágányzár van egy vonalon, akkor azt rendesen pótolni kell, tehát faltól falig. Tehát igen, és azt kéne, hogy keletitől a kelebiáig vonatpótlóbusszal el lehessen jutni vasúti menetjeggyel. Azt már mondjuk nem is mondom, hogy esetleg a bicikliszállítási meg lehetne oldani. Hát például a hévpótlójáratokon vannak ilyen törekvések rá, tehát most amikor ikaruszok pótolnak a héven, akkor hát ott lehet biciklit vinni, ha felfér. Hát ilyen, amik általában nem szokott, de legalább megengedik akkor, hogyha fel tudod tenni, meg tudod oldani, akkor megengedik. Hát itt meg ugye még az sem biztosított. Főleg úgy, hogy a volánbusz már reklámozza, hogy például Kékestetőre, meg Gyöngyösre, meg Miskolcra már járnak olyan buszok, amivel bicikliszállító, hogy akár három biciklit föl lehet tenni ugye a hátul lévő tartóba, hogyha van neki hely. Hát vonatpótlókra ezt miért nem lehet föltenni? Hát jó persze, hogyha nem fél fel a biciklit, akkor így jártál, de hát az ugye mostani volánbuszoknál is így van, de legalább az esélyt megadnánk rá. Hát nem hiszem, hogy Kelebia meg Budapest között mondjuk olyan sokan bicikliznének. Nekem most speciál jó lenne például a kiskörvöstől, majd, hogyha holnap, hogy mondjam, hogy haza tudjak vele menni. Vízvételi szünet lesz. Kútbúl, az energiaital. Aha, és nekik, látjátok, itt vannak a vágányok. Felső vezeték nélkül, természetesen már itt is. De a vágányhoz mégis se nyúltak. Na nézzük csak meg. És akkor arrafele kiskörös, itt van a felvételi épület. A szőlő és a borváros. És ott arról jöttünk, arra van Pirtó. Itt pedig depózva a betonaljak, hát ez már az átépítéshez kellenek. 1076-os átjárónál, ugye 1076-os szelvénykő. És látjátok, a madzag nincs fent, az optikai kábel ott van, a madzagot szedték csak le az áram felső vezetéket. De a vágányhoz nem nyúltak. És a helyzet ugyanaz. Sorompó leszerelve, fénysorompók lezacskózva. És arrafele van fekete halom először. Aztán utána majd kiskörös. 150-esen a helyzet változatlan. 1039-es szelvény. És térkép szerint itt kéne lennie fekete halom megállónak. Viszont a vasútállomások ponton a feltett 2008-as két szerint itt egy esőbeálló is van. Hát azt én itt nem látom sehol. És olyan, hogy egy útátjárónál van, abban meg itt errefele nincsen sok, tehát annak valahol itt kéne lennie. Tehát, hogyha jó a koordináta, akkor csak azt jelenti, hogy már eltüntették innen. Majd azért mindjárt alaposabban megnézem azt a képet, a háttereket, hogy hát, ha kiderül valami. De egyébként kiskörös már csak egy olyan 4 kilométerre van arrafele, kb. Tehát így haladunk, és hát látjátok, hogy
ugye én szintén eltűnt a fénysorompó, majd maradt az András kereszt. Meg hát, hogy ellátjátok, hogy a pályához itt se nyúltak. Tehát nyilván ebben az is benne van, hogy kiskör, vagy hát kalocsáról a növényolajgyáról ki kell szolgálni valamelyik úton, aztán ugye ki tudja, aztán lehet, hogy errefele is jönnek. Tehát nem tudom, merre fogják inkább a forgalmat fenntartani, hogy bár elvileg ugye Soroksárig is mehetne, mert addig sincsen. Legalábbis eddig úgy tűnt, hogy délegyházáig nincs vágányzárat, aztán persze nem tudom, hogy Kunszent Miklóson meg ott arrafele mik vannak. Tehát itt igazából a felső vezetéket szedték le, az a látványos dolog. Arrafele viszont még az se. Ennek még majd utána nézek, hogy akkor ez tényleg fekete halom megálló helye, vagy nem. Aztán majd jelentkezek be. Lehet, hogy már csak kiskörösről. Most nézzétek, 153-as vonal. És ja, látjátok, ott a háttérben van egy tojásjelző is. Ez a tojásjelző az már a járhatatlan pályára figyelmeztet. AS17-es átjáró, hát nyilván a bizbát ma itt is kikapcsolták. Ugyanaz, az összes optika lezaskózva, sorompók leszerelve. És olyan is kívánni, hogy biztosítás módja megváltozott, tehát jelzőrös. És itt viszont van forgalom, mert ugye itt a kalocsán, ott a vonalnak a vége, és hát fogtőr a növényolajgyárat, azt ki kell szolgálni, és azt innen szolgálják ki. Arrafele van az állomás, meg a 150-es vonal, hát majd fogok menni arrafele is. Egyelőre szerintem megkeresem a szállást, aztán becsekkolok, aztán majd utána visszajönök az állomásra. Meg hát nyilván a kisvasúti állomást is megnézem, már mi maradt belőle. Még konkrétan semmi. És akkor a kiskörös állomás, itt vagyunk. Hát látjátok így. Külső egyelőre semmi, viszont állnak bent gépek itt. Véletlenül dolgoznak, meg itt. Itt látszik legjobban, hogy itt halad a felújítás. Itt már elég sok mindent szétszedtek. Úgy elmegyek és megnézem. És akkor a vágányok felőli oldal, hát itt el van kerítve, úgyhogy csak így kerítésen át tudok benézni. Igen, itt a túloldalt volt, azt hiszem a kisvasútnak a vágányai, na hát azt már teljesen felszedték, hát itt látszik, itt viszont szét van túlva minden. És errefele depózva az építőanyagok. Hát igen, itt még most is megy a munka. És ott megy egy vonat pótló. Na, íme a 150-es vonal. Egy kis körös előtt. És itt lesz valahol a kis vasút is, vagy is hát itt volt. Ugye azt is megkeresem. Itt volt egykor a kis vasút. Jártak innen, már kiszedték a két színbeni kereszteződést, azt még azért közelebbről megnézem, hogy a túloldalt voltak a kis vasút vágányai, de azt is eltüntették. Meg itt errefele a sineket is. Hát majd ott arrafele megnézem, mert valahol itt egy földkúpba végződik. Ott a tó környékén. Látszik, itt volt az egykori átszelés. Ez pedig itt a... Ez az egyik a kalocsai, másik, tehát itt volt egyszer, itt a jobb oldali a kalocsai, a másik meg a 150-es a kelebiai vonal. És ugye itt volt egy dupla vágány átszelés, és így ment tovább. És akkor tovább kiskörös állomásra, és ott arrafele dolgoznak. Na, kisvasúti vágányhálózat, hát ennyi maradt belőle. Egyébként a hivatalos indoklás az volt, hogy miért nem építik meg a két vágányú végállomást, ahogy terve volt a túloldalt. Ahogy a hivatalos indoklás az, hogy van ott egy izraelita temető, ami hát egy elhagyott izraelita temető, egyébként a Google térkép is jelzi, meg fogom nézni. A másik irányba kell majd menni, és hogy nem járultak hozzá, hogy ezt áthelyezzék. Bár az is igaz, hogy mivel a kiskörösi ággal hosszabb távon se számolnak, meg még a hajtánypálya projektben sincs benne, ami érthető is, mert ott aztán már tényleg nagy azért gazok vannak, úgy tudom. Meg hát nem is olyan, mint a Marsai, ahol ilyen nagy pusztában megy, ahol azából senkit nem zavarnak a hajtányok. Tehát valószínűleg az már úgyse lesz föltámasztva. Úgyhogy ilyen szempontból meg igazából mindegy, hogy hol vágják el. Meg ha mégis hajtánypálya lesz, akkor igazából hajtányosoknak mindegy, hogy egy fölkúp végére érkeznek, ahonnan ugye megfordítják és visszaindulnak, vagy pedig van egy végállomások, körbe tudnak járni. Hát ennyi.
A kis vasúti vágányok azok itt voltak ezen a helyen. Hát látszik, semmi nem maradt belőlük. És elfele szólszeg az új vágányhálózat, mert itt az egész állomás arrébb fog menni. És itt jött a kis vasút. Hát itt nyilván útba volt, azért dózerolták el. Na hát eddig vannak meg a vágányok a kisvasúton, ugye eddig bontották vissza. Egyébként itt nem hiszem, hogy itt ne lehetne valahogy egy végállomást csinálni, így valameddig itt elkanyarítani így arrafele a vágányokat. Szerintem meg lehetne oldani. De nem hiszem, hogy azért hatalmas nagy gond lenne, főleg itt ezen a környéken. És akkor ott akár lehetne egy ilyen két vágányos végállomás is. Látszik, hát hogy addig dolgoznak, tehát valószínűleg addig érintett a mostani átépítés, ott lesznek az, a vágányok valahol itt, akkor emellé költözik a felvételi épület. Na. 153-as, vagy a 150-es nem megy ki. És akkor itt vagyunk, kisköldösi vasútállomás a másik oldalról. Hát igen, itt nincs erdeke kordonozva, mint a túloldalt, úgyhogy itt innen lehet filmezni. Hát a mozdony az kiment, és itt már a régi betonaljak is ott vannak, ott a vagonokon, ott a nyitott elkocsin, ott vannak azért az újak is, és hát valószínűleg itt lesznek az új vágányok. És egyébként itt van az az elhagyott temető, ami miatt ugye kisvasúti végállomást nem lehetett idáig elhozni. De azért itt még valameddig simán lehetett volna. Tehát hogyha pont eddig nem is, de azért lehetett volna egy két vágány, és szerintem még ott a marrébb. Tehát annak van hely. És igazából az volt akkor is az érdekes, hogy ugye itt van a Tesco mellette. Tehát ott, amögött az épület mögött már ott a Tesco, tehát egy ilyen alig egy olyan körülbelül egy olyan, hát ilyen 60-80 méterre gyakorlatilag. És amikor megépült ide az a Tesco, mert az tényleg az ilyen 2000 után volt valamikor, senkinek nem jutott eszébe, hogy igazából meg lehetne a kisvasutat hosszabbítani addig, és akkor kihasználtabb is lett volna valószínűleg. Csak hát erre nem gondolt akkor senki.